72 évvel ezelőtt 76 ezer felvidéki magyarnak kellett elhagynia otthonát. Tolna megye szinte valamennyi településére érkeztek felvidékről, Bonyhádra közel 3000-en kerültek. A kényszer kitelepítés évfordulóján misét, majd kulturális műsort tartottak a völgységi városban. Ki volt jelölve, kit, hova visznek? Kivagoníroztunk. 7 vagonban volt a holmink. Hoztuk a vetőgépet, szecskavágót, fogast, egét és az állatokat. Rendhagyó módon zajlott idén a felvidékiek találkozója Bonyhádon. 1948-ban íródott leveleket olvastak fel a felvidékről a völgységi városba betelepített magyarok leszármazottai. De a szervezők egyéb módon is közelebb vitték a történelmi eseményeket a megjelentekhez. Mindezt azért tették, hogy érzékeltessék, milyen fájdalmas volt a szülőföldtől való elszakadás. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere is személyes érintettségét emelte ki beszédében. A városvezető nagyon szerette hallgatni gyermekkorában a felvidéki történeteket. Anyai nagyapám Sziblaki Ernő, aki nagyon népes családban élt Torvoskedden, 13-an voltak testvérek. 45 aján 3 pici gyerek volt már a családban, köztük édesanyám, a nagymamámmal átszöktek a határon. Magukkal vitték azt a néhány hetes kis csecsemőt, a nagybátyámat, és azt az 5 éves fiú gyermeküket, akiket el tudtak akkor vinni, de 3 gyerekkel nem kockáztatták ezt meg, és az édesanyám 16 hónaposan ott maradt a nagymamával Torvoskedden. Egészen 1948. március 28-áig, amikor is a tardoskeddi vasútállomásról igörült az a tehervonat, aminek az egyik vagonjában a Szépnaki család 5 tagja utazott. Akkor még nem tudták, hogy pontosan hova. Ebben a vagonban volt a dédanyomám, aki akkor már sajnos özvegy volt, akkor már 4 éves édesanyám, és 3 gyermeke a dédanyomámnak, hajadonként Tuliska néni és 2 fia, Misi bácsi és Béza papa, nyilván nekem később őket így szólítottam. Filóné Ferenc Ibolya beszédében kiemelte, egyre kevesebben vannak, akik átélték a kitelepítéseket, ezért fontos megemlékezni. A városvezető úgy véli, éppen ez a bonyhádi éves találkozó jelentősége, amire Udvardról és Tardoskedről is érkeztek felvidéki magyarok. Hol kertjeink feküznek, ez a haza. Minden, amit a szembe lát, itt a föld már kenyeret áll. E folyó tele halakkal, e szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Az idei megemlékezés és ünnepi műsor azért is volt különleges, mert a felvidékről kitelepítettek ükunokái szavaltak, könnyet csalva a közönség szemébe, majd a felvidéki kórus énekes műsora és a Völgység táncosainak produkciója következett. A tavalyi év során csináltam egy forgatókönyvet felvidéki visszaemlékezésekről. Ezek a személyekből állítottam össze, és a kórusom által ismert dalokkal színesítettem. Ebben lesz ma most új, ez az új műsor. Az Egyesületünk 22 éve emlékezik erre az eseményre, a 50. évforduló kapcsán kezdtük el, és arra gondoltunk, hogy nekünk is fontos az, hogy a gyökereinket ápoljuk, hogy a kinti családokkal tartsuk a kapcsolatot, illetve azok leszármazottaival. Valamint itt a Bonyhád környéki felvidékieknek, felvidéki leszármazottaknak egy kis lehetőség legyen arra, hogy ezeket a régi eseményeket kibeszélhessék. És most éppen gondoltam a napokban, hogy a szüleim mindig mondták, hogy itthonról megyek haza, mert még volt hova menni, mert ott éltek a rokonok, unokatestvérek, ismerősök, de sajnos már egyre kevesebben vannak, akikkel a kapcsolatot úgymond tarthatnánk, illetve tarthattuk volna, de sajnos megszürkültek ezek a kapcsolatok. A felvidékiek találkozója az emlékmű megkoszorúzásával zárult.